Juan egész életében arról álmodott, hogy tűzoltó lesz. Kemény munkával és kitartással elérte az álmát, de az élete egyik pillanatról a másikra felborult. Na most mit csináljak? Hogy oldjam ezt meg? Mi a helyes döntés? Iratkozz fel a csatornára és old meg a dilemma helyzetet! A kommentben! Juan egy amerikai kisvárosban nőtt fel a mexikói határ közelében, dél-amerikai környéken, ahonnan nagyon nehéz volt kitörni. A különböző bűnbandák igyekeztek minden fiatalt magukhoz vonzani, pénzt és hatalmat ígérve ezzel a szegény sorsú gyerekeknek, ám nagyon sokan estek ennek áldozatául. Juan mindig ellenállt a csávításnak, tanult, edzett és elérte az álmát. Már tíz éve dolgozik a tűzoltóságnál, boldog és elégedett, az életét az életmentésre tette fel. Egyszer megtudta, hogy a nyolc évvel fiatalabb öccse belekeveredett egy bandába, de ahhoz, hogy a banda teljes jogú tagja legyen, ki kell rabolnia egy boltot. Huánnak sikerült lebeszélni erről a testvérét, de a banda vezetője Ruiz nem adta ilyen könnyen a fiút. Tízezer dollárt kért azért, hogy leszálljanak róla és elengedjék. Huannak persze esélyesen volt, hogy összeszedje a pénzt, és azt is tudta, hogy ez csak a kezdete lenne egy hosszú ideig tartó zsarolásnak. Egyik éjszakai szolgálatában hívást kaptak arról a környékről, ahonnan felnőtt. Hamar kiderült a számára, hogy az égő épület a banda főhadiszállása. Huán nagyon megijedt, hogy az öccse is a tűzben lehet. Amikor kiérkeztek a helyszínre, elsőként rohant a lángok közé. A kimenekített bondatagokat kérdezgette, hogy hol van az öccse, de senki nem tudott róla semmit. Felrohant az első emeletre, de a lángok egyre erősebbek voltak, és nagy volt az esélye, hogy a ház összeomlik. A helyszíni parancsnok kiadta az utasítást, hogy minden tűzoltó hagyja el az épületet. Juan megtagadta a parancsot, mert attól tartott, hogy az öccse még bent lehet. A harmadik emeleten betörte az egyik szoba ajtaját, de nem a testvérét találta ott, hanem Ruiz a banda főnök feküdt a földön, és hörögve kért segítséget. Most képzeld magad Huán helyébe. Te mit tennél? Kérlek írd meg a kommentben, és vitassuk meg! Játszunk a gondolatokkal! Kattints erre a kis kerek képre, iratkozz fel a csatornára, hogy mindig értesülj a következő dilemma helyzetről.